Pik László vagyok, biokémikus. Egy kis zalai faluban születtem 1950-ben, ezt Magyar Szerdahelynek hívják, nehezen lehet megtalálni a térképen is. Apátlan fiúként a nagyszüleim és édesanyám neveltek. Nagy Kanizsára jártam már a felső tagozatba, és aztán általános iskolába, és aztán középiskolába, a Lander gimnáziumba. Ebben a gimnáziumban volt néhány kiváló tanárom, Németh János tanár úr, kémia-biológia szakos tanárom, volt talán a legfontosabb, aki komoly szerepet játszott abban, hogy belőlem vegyész és biokémikus lett. Nagyon jó kémia szertár munkákat és ilyen robbantgatásokat csináltunk ott együtt, úgyhogy ő nevelte belém a kémia szeretetét. Katona voltam Hódmezővásárhelyen, aztán a József Attila Tudományegyetemre kerültem Szegedre, ahol 1975-ben végeztem vegyészként, és hát óriási szerencsémre egy életre kiköthettem még az egyetemről diákkörösként a Szegedi Biológiai Központtal, ami 75-től a munkahelyemmé vált, és hát tulajdonképpen ott vagyok most is, úgyhogy egy ilyen egyszerű, képletű ember vagyok. Hát ahogy említettem, a Szegedi Biológiai Központhoz kötődött az életem, ez egy olyan kutatóhely, amelyik jó struktúrája is az ember életét, ugye itt végig lehetett járni a tudós pályát, itt voltam tudományos segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs, incidentigazgató 90-es években, vagy 10 évig, és innen lettem akadémikus. Ezt csak azért mondom, mert ez a báz egyben ki is jelölte a munkához való viszonyomat is. Az ember, amikor kezd, sokkal szabadabb, fiatalon sokkal jobban lehet utazni, és csodák csodájára a Szegedi Biológiai Központot ugyan a Kádár időkben találták ki a Központi Bizottság azzal, hogy csinálnak egy korszerű sejtbiológiai, molekuláris biológiai központot egész Kelet-Európa dicsőségére, Kelet-Közép-Európa dicsőségére, és egy hihetetlenül szabad szellemű világba csöppentem én bele. Egyrészt szabad volt az egyetemhez képest, és másrészt abszolút értelemben is. Úgyhogy rengeteget utazhattam. Ez nagyon fontos volt a szakmámban, hiszen bármilyen jó ötlettel, vagy nem jó ötlettel, de előálltunk, és kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy ehhez kapcsolatot kell keresni mondjuk Hollandiában, vagy a londoni King's College-ban, vagy Párizsban, vagy Japánban, akkor ezekre a helyekre én el is mehettem. Úgyhogy fontos része a munkámnak és a szakmámnak, hogy közel 7 évet töltöttem külföldön, Hollandiában, Japánban, Londonban, Párizsban, Kaliforniában, Texasban, és ez meghatározta azt, amit csináltam. Mindig is stresszbiológiával foglalkoztam, úgyhogy biokémikusból, vegyészből elfajult biológussá is váltam tulajdonképpen. És az érdekelt legjobban, hogy a szervezetek a legkülönbözőbb stresszekre hogyan válaszolnak. Hát ez egy ilyen nagyon általánosnak tűnő dolog, de valójában nem az, mert az egész külvilág folyamatosan stresszeket produkál az élő számára, és ahogy a született immun erősségünk és immunrendszerünk és a szerzett immunitásunk hasonlóságával élve, az eldönt egy csomó dolgot abból, hogy hogyan is tudunk a világgal megküzdeni. Ugyanígy a stressz, született stresszülő képessége egy sejtnek vagy akár egy embernek, és az, amit erre még rá tud tenni, meg tud szerezni, mint szerzett stresszülő képesség, azok rendkívül fontos dolgok az élő világban. Úgyhogy egy kicsit finomítva a mondandómat, az érdekelt elsősorban, hogy egyrészt hogyan érzékelik a legkülönbözőbb élő sejtek és rendszerek például a hőmérséklet változását, az alacsony vagy magas hőmérsékletet, egy állat vagy egy állandó testhőmérsékletű ember esetében ez nyilván egy pikás kérdés, itt elsősorban lázas állapot és a körülményei lehetnek érdekesek számunkra, és
ezzel szoros összefüggésben az volt még egy központi kérdésünk, azért mondom többet számba, mert egy elég nagy kutatócsoportot alakíthattam a 80-as évek közepén már, 86-ban, 87-ben, hogy lehet a természetes stressz válaszunkat akár gyógyszeresen kiváltani, és ezt a stressz választ különböző betegségek gyógyítására akár felhasználni, és gyógyszereket tervezni ebben az irányban. A sejt membránokat, a sejtet körülvevő hártyát találtuk mi meg talán a világon elsőként, mint egy ilyen membrán érzékelő, szenzoros képességgel bíró sejt szerveskét, úgyhogy ez egy ilyen számomra nagyon fontos felfedezés volt. Azt hiszem, egy kicsit ehhez kapcsolódik is egy csomó utunk a világban kollégáimmal együtt. És hát a másik dolog pedig az a gyógyszerkutatás, fejlesztés, ez olyannyira él, hogy ezzel ma is foglalkozunk. Éppen most próbálnak az Egyesült Államokban egy olyan úgynevezett kettes klinikai fázisban lévő gyógyszerjelölt molekulát, amelyik az én laboromból indult el a világjáró útjára, és most 360 diabéteses betegen próbálják ki azt a gyógyszert, aminek a hatásmechanizmusát mi írtuk le először, és talán gyógyítani is tudja ezeket a diabéteses betegeket azzal, hogy az úgynevezett stresszfehérjék szintjét aktiválja, erősíti a képződésüket ez a gyógyszer. Hát a munkával kapcsolatban az embert érik elismerések, ez velem is így történt. Ezt a membrán-szenzor elméletet többek között egy nagyon kedves jó barátommal, akadémikus társammal, Jó Ferenccel, aki a Debreceni Egyetem professzora, tulajdonképpen közösen találtuk ki, és ezért én 47 éves koromban Széchenyi díjat kaptam, hát ez egy nagy boldogság volt az életemben. Legalább olyan megtisztelő érzés volt, hogy Straub Bruno biológiai központjában, ahol ő volt az első intézetigazgatóm is, aztán Goleman Mária Veneciáner Pál után én lettem az intézetigazgató, no hát ez is egy nagy kihívás is volt nekem, meg egy elég nagy elismerés is. Büszke vagyok a csoportomra, a kollégáimra, kiváló légkör van az én kis társaságomban, rengeteget kirándulunk, beszélgetünk, és ha jön hozzánk egy ember, akkor azt hiszem, ezről már beszélnek a hátam mögött is, én elsőbben azt kérdezem tőlük, hogy milyen könyveket olvasnak és milyen zenét szeretnek, és úgy tűnik visszafelé, esküszöm is rá, hogy ennél jobbat nem lehet kérdezni, az ember jó kollégákat akar maga mellé venni. A csoportom 86 óta működik, és van egy alapítványom is, a Straub Örökség Alapítvány, egész Kárpát-medencéből próbálunk most már a 9. nyári középiskolás tábort rendeztük meg, ez egy kutató középiskolásoknak rendezett kutató tábor. Két hétre oda költöznek Szegedre a egyetem és a Szegedi Biológiai Központ szomszédságában egy kollégium az egyetem támogatásával és az alapítvány támogatásával ezek a gyerekek, és a legkiválóbb tanár professzor társaink ingyen tanítják őket, úgyhogy az alapítvány lényegében az útjaikat, a kosztot fizeti, a kéthetesok bentlakást. Erre nagyon büszke vagyok, úgy érzem, hogy azért is lehetek, mert már az első PhD hallgatók, sőt kutatók is megjelentek ebből a Straub alapítványi kezdeményezésből. És hát remélem azt is, hogy az utánpótlás is igazolni fogja azt, hogy én büszke lehetek. Itt természetesen kicsit szomorúsággal tölt el az, hogy ezek a tehetséges gyerekek inkább külföldre indulnak el manapság, de hát legyünk optimisták és bizakodjunk abban, hogy ők is majd egyszer visszajönnek ide, ahol az én siker terepen van. Szoktam volt mondani, hogy a életem legnagyobb szerencséje a társam, a hűtársam, feleségem, Horváth Ibolya, aki szintén biokémikus, aki egyébként abban a középiskolában járt, ahol én, akkor még csak figyeltük egymást, és nem tudtuk, hogy mi lesz ebből. Aztán 1900
70-ben egy buszra szálltunk Nagykanizsán, indulván Szegedre, 71-ben megházasodtunk, 72-ben megszületett a Helga nevű lányunk, aki most sajnos Hollandiában él, a vejem az holland, de azért ez egy boldog történet, erre még visszatérek. Tehát Ibolya, ugye ez nem konvencionális dolog, manapság nem túl jellemző, hogy 41 néhány éves dologról beszélek. Igen, a hátországom a legközelebbi, legkritikusabb és a legjobb kollégám. Együtt küzdöttünk végig az éveket. Ha én nem vagyok a csoport közelében, akkor ő vezeti azt, ami ott történik. Hál' Istennek, ha lehet, jobban látja át, főleg a részleteket, mint én. Jobb szemmel találja meg a hibákat a cikkekben, mint én. Úgyhogy nagyon jól kiegészítjük egymást. De hát amilyennél, ha lehet, még fontosabb, hogy azt hiszem, hogy boldogan élünk, és ezt az ember olyan kevés dolgokkal kapcsolatban mondhatja el manapság. Helga után 10 évvel, mert várnunk kellett, mert élnünk kellett, és túlélnünk kellett, hiszen egyetemisták voltunk, mikor az első kislány érkezett. Legnagyobb örömünkre a 10 évvel később született Laci fiam, a lányom közgazdász, a fiú műszaki informatikus, most fejezi be az egyetemet. Hát nagy boldogságaim a gyerekek, rengeteg örömünk van egymásban, és a unokáim is nagy örömök. Ők fél holland, fél magyar gyerekek, hála Istennek a feleség, a lányom csak magyarul hajlandó velük beszélni, Amsterdamban élnek, a vejem holland, az édesapjuk csak hollandul, minden szabad idejüket itthon töltik Magyarországon, úgyhogy Laci fiammal együtt és a családdal együtt, úgyhogy ezek nagyon nagy örömök, mikor együtt vagyunk. Szerintem többet vagyunk együtt, mint egy hagyományos család, és biztosan többet töltünk együtt, több időt, mint ha Miskolcon vagy Pécset laknának. Tehát ennyit a családról, tehát Ibolya a tengely, dr. Horváth Ibolya a biokémikus, egyébként kandidátus, és magamról még annyit, hogy főleg a családi együttlétet erősítő dolog az, hogy mi rengeteget kirándulunk, imádunk együtt. Persze a világban is rengeteget mászkáltunk együtt, Kaliforniától, Japánig, Texasig, stb., ahogy emlegettem korábban. De változatlanul egyik legfőbb hobbink az olvasáson, a zenélésen kívül, még középiskolás koromban gitáregyüttesben játszottam, tehát mindig is szerettem a zenét, fiam dobol, tehát ilyen zeneszeretőek vagyunk. Én azt hiszem, a zene, az olvasás és a kirándulás a legfőbb hobbink minnyájunknak a családban.